Talán ebből aztán kisebb vita itt kikerekedett, de most azt gondolom, hogy van bőven időnk arra, hogy ezt a témát folytassuk. És nézzük meg a jelöltekkel kapcsolatban a híradó tegnapi riportját, mert Kesebi Zsuzsa készített el. A miniszterelnök a legnagyobb példányszámú osztrák újságnak a Krone Zeitung című nyilvánvalóan nyilatkozva kijelentette, örömmel tölti el, hogy még egy éve Magyarországon még görög volt. Gyűlöl az alkotmánybíróság a jelenlegi 11-ből. Hogy most akkor átlépjük a jogállami határokat, vagy sem. Szerintem ez egy fontos dolog. Ugye tanulunk ilyet az iskolában, hogy procedurális, meg szubstantív eleme a demokráciának, annak, hogyha van a szavakat, hogy nem sok iskolában tanulják ezeket a szavakat. Nagyon procedurális nem tudom kimondani, te van elbetűen. De ugye az eljárás természetesen ezt teljesíti. Két támadó. Na most akkor, aki két álmodot szerez, innentől kezdve a magyar politikában, az aztán törhet, zúzhat, kőkövön nem marad. Az, ha akarta volna az MSZP és az SZDSZ együtt, hogy ők is ilyen nagyon expanzív politikát folytattak volna, megtehették volna, mégsem tették. De úgy, de nem, ők akartak egy alkotmányt, egy új alkotmányt szerettek volna, és már amikor a parlament elé került, nem tudtak volna megállapodni. Tehát háttérben megállapodtak benne, és amikor a parlamenti kerül már nem tudtak megállapodni. Tehát most az alkotmány egészéről beszélsz, ami egy sokkal nagyobb falat, mint az, hogy azt mondjuk, hogy oda teszünk még öt tagot az alkotmánybírósághoz, és egyébként megváltoztatjuk annak a módszertanát, hogy hogyan választjuk meg, és egyébként még olyanokat küldünk. Tehát én azt hiszem, hogy összességében, mint egy ilyen kis csomag, mint egy ilyen kis karácsony csomag, azért ez már, szóval ez inkább ez az erőteljesen expanzív irányban. De hogy egy pozitívumot is mondjak, hogy vele egy mentséget erre az egész ügyre, ami ott a fény az alagút végén lehet, mint azok a külön véleményen állt elő. Nem magatlanul, hogy maguk vállalják el, csak úgy. A 98%-os különadó kapcsán, tehát hogy azért tudott ebben az ügyben egy sajátos karaktertartásra fogja. Mert a kormányfő szerint ilyen a szabadság. A kormányfő önmagáról alkotott képeket végleg elszakadni a valóságot. Alapvetően halálra ítélt elképzelés. Meg kell adni a társadalom alulról történő szerveződésének lehetőségét. Ha ezt megtagadjuk, az a robbanáshoz vezet. Többek között ezt láthattuk éjszaka. Hogy ismét a szociális Európában olyan tendencia zajlik, hogy lényegében az összes európai állam, kap minden olyan után, amelyek valamilyen módon stabilizálni, és nem a gazdaságokán. A saját helyzetétől, azért a olyan társadalmi feszültségeket vezetnek, amelyeket ezek az államok az elmúlt 50 éves tapasztalatok alapján nem biztos, hogy tudnak kezelni. És